Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Szent Pál Marista Általános Iskolában. Nagy Józsefné igazgatónővel beszélgetünk, hiszen ismét élő Betlehemmel várják a gyerekeket. Nagyon sokan érkeznek, hiszen most is jönnek folyamatosan a csoportok. Hanyadik alkalommal rendezik már ezt meg? Imáron harmadik alkalommal rendezzük az élő betlehemi kiállítást. A gyerekek nagyon készültek rá, a nevelők is nagyon készülnek. Hát lehet mondani, hogy az adventi időszakot, a karácsonyt megelőző 4 hétben folyamatosan ráhangolódunk erre a mai élő betlehemi kiállításra. És hát gondolom az is, hogy 2 alkalommal adják elő, ez is azt jelzi, hogy nagy az érdeklődés. Hát igen, először az első menetben saját gyerekeinknek szoktuk előadni, váltott szereposztással dolgozunk, mert minden gyerek szeretne szerepelni, alig tudjuk szétosztani a szerepeket, és nagyon sok szülő, más iskolák diákjai is érdeklődnek az előadás iránt. És akkor hány jelenet van, hány osztály? Tehát minden osztály készül egy jelenettel, vagy vannak összevont osztályok? Minden osztály készül egy jelenettel, ők készítik a díszletet, készítik maguknak a jelmezt, és hát rettentő nagy örömmel és várakozással vagyunk mi is, meg a gyerekek is. És hát gondolom, hogy akkor minden évben más jelenetet vállalnak az osztályok. Igen, igen, ezek váltakoznak persze, hogy Jézus születésének minden mozzanatát, a történet minden mozzanatát egyszer előadják, átéljék és megismerkedjenek vele. Gondolom, hogy azért mielőtt készültek erre, heteket gyakoroltak, ötleteket találtak ki, hogy hogyan lehetne jelmezt készíteni, tehát egyrészt a gyerekek is nagyon élvezték ezt. Igen, a gyerekek igen, de nem csak a jelmezeket, díszleteket készítettük, hanem kézműves foglalkozásokat is tartottunk. Az utolsó állomás után van egy kis vásárunk az ebédlőbe, aminek a bevételét a gyerekek táborosztatására szeretnénk fordítani. Úgyhogy hát most ezekben az időkben nálunk a munkaidő nem 8 óráig tart, hanem sokkal tovább, mert a nevelők is és a gyerekek is nagyon sok munkát, órát fordítottak ebbe. De hát itt látunk, mögöttünk állatok is vannak, tehát épp az előbb néztük, hogy sokan jönnek, megnézik, vannak nyuszikák, vannak balik, tehát ezzel is igyekeznek egy picit a karácsonyt közelebb hozni. Igen, a pásztoroknak úgymond a díszlete, hogy van bárányunk, van nyuszink, van tyúkunk, és hát próbáljuk elővarázsolni azt a hangulatot, azokat a jeleneteket, amik valóban régen megtörténtek. Reméljük, hogy akkor mindenki megnéz, és nagyon sokan eljönnek, és akkor találkozunk majd a következő Betlehemen is. Így legyen. Az előbb igazgatónőtől már hallottuk, hogy minden jelenetet előadnak a gyerekek. Péter testvérrel beszélgetünk, hogyan állították össze a jeleneteket? Önök írták meg, vagy a gyerekekkel közösen? Hát az első évben egy kicsit csak mondjuk a fejezetek minden osztályban adtuk neki egy címet, és mi történt bele, és akkor együtt a tanárokkal feldolgoztunk egy kicsit a szöveget. Hát az evangélium alapján állítottunk a hajomány, ami kicsit lehet egy kicsit belejátszani. Minden tanár nagyon kreatívan, akkor egy kis zene, egy kis dal, vagy egy verset is összeálltak, hiszen nagyon szép előadás jött vége. No? És hát gondolom, hogy azért a gyerekekkel még végig beszélik, hiszen egy-egy jelentet ad elő egy osztály, de azért az egész történetet végig beszélik. Hát igen, igen. Hát minden osztályban a hittanórán keresztül akkor próbálunk ezt nem csak gondolni, hogy ez egy előadás, hanem ez egy valamit, ami mi szeretnénk, hogy szépen is fogadják a kis Jézuskát, aki most karácsonykor jön, és ez nekünk ez is fontos. De ez igaz, hogy gondolunk, hogy 5-8 éven keresztül majdnem minden gyerek fog egy-egy jelenet, és akkor 8 éven keresztül minden egész történet nem csak beszélünk róla, hanem fog előadni is. És hát gondolom, hogy azért karácsony előtt egy picit karácsonyi hangulatot is varázsolnak a gyerekek szívébe. Igen, igen. Mi inkább a lelki részt próbálunk erősíteni, mert társadalom már megmutatja a másik oldal, hogy de mi ez, hogy jön az Isten megtestesült, és akkor itt van köztünk, ez szerintem nagyon fontos esemény nekik, és egy dolog, ami szeretet próbálunk, hogy lássak, hogy ez is próbálunk, hogy mindenki észrevesz, hogy a szeretetből indul az egész. Én azt gondolom, hogy itt látjuk, hogy folyamatosan érkeznek, nagyon sok érdeklődő lesz most is. Én azt kívánom, hogy találkozunk jövőre is, és legyen még sok-sok hasonló ilyen élő Betlehem. Jó, köszönöm szépen.